Aranyéremmel, egy nagy kupával és oklevéllel tért haza a Szegeden megrendezett Kickbox világkupáról Makó Evelin. A Makó Budó Klub sportolója felnőtt korosztályban Kicklight 50 kg-os kategóriában hozta el az elsőséget, úgy, hogy másfél évet nem edzett komolyabban. A legutolsó versenyem 2013. decemberében volt. Ez annak volt köszönhető, hogy készülni kellett ugye az érettségire, illetve hát úgymond egy picit úgy gondoltam, hogy szünetelni is kellene. Nem árt néha ebben a sportban, illetve lett egy párkapcsolatom is. És ezután a másfél év után úgy gondoltam, egy hónappal ezelőtt, hogy szeretnék indulni a világkupán. A bejelentéstől nagyon meglepődött edzője, aki egyben az édesapja is, Makó János. Nem nagyon edzett előtte, ritkán egy-kétszer havonta. És hát mondom, ide nagyon kemény edzés kell akkor, hogy föl tudják készülni. Mozgás megvolt, csak ugye az izmoknak emlékezni kellett a múltra, és ugye szépen lassan emlékezett is. És ugye a munkámat Gaudi Marci is segítette keddönként, csütörtökönként, a kéztechnikát finomította. Evelin elárulta, hogy elszokott a versenyzéstől, emiatt stresszes is volt, illetve gyorsan kellett bemelegíteni az összecsapás előtt, hiszen az előtte lévő küzdelem hamarabb véget ért. Az aranyért egy moldáv lánnyal küzdött, csak ők ketten indultak ebben a kategóriában. Az ellenfelem másik kategóriában is indult, így hál' Istennek meg tudtam nézni az első meccsét. Eleinte úgy gondoltam, hogy könnyen fog menni, de aztán a döntőben ugye láttam, hogy azért mégsem olyan könnyű falat, össze kellett nagyon szedni magamat, illetve technikailag is ott kellett lenni, mert végig jobblábas volt. Természetesen én ballábas vagyok, tehát ellentétes oldalú, és nekem a sokkal nehezebb volt. Egy picivel magasabb volt, ugye az is nehézség, de összességében véve jól sikerült. Ez a siker azt jelentette Evelinnek, hogy ne hagyja abba és térjen vissza újra a küzdőtérre. Június 20-án lesz a magyar bajnoki döntő, ha ott sikerül aranyérmet szereznie, akkor részt vehet az őszi belgrádi felnőtt világbajnokságon.